Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Rehá Kerandra vagyok, és ez a nap híre menetrend szerint a Deep Stage csatornán, és nagyon köszönjük mindenkinek a támogatást, nagyon hálásak vagyunk minden mikroadományért és a megosztásokért is, mert most, hogy jön a nyár, egy kicsit nagyobb lesz az uborka szezon, mi is egy kicsit lejjebb tekerjük majd a dolgokat, de azért mindenképpen fontosnak tartom, hogy bizonyos témákat ne hagyjunk ki, és mindenféleképpen beszéljünk ezekről. Most egy amerikai csokrot állítottunk össze önöknek, ugyanis nyilván sok minden történik, de egy-egy téma az lassan kevés arra, hogy az ember tényleg egy elemzést ki tudjon hozni belőle. Ugye fogok arról beszélni ebben a mostani műsorban, hogy letartóztatták Donald Trumpot, tehát most már bevitték, rabosították, új lenyomatot vettek tőle. Aztán arról is, hogy Karine Jean-Pierre kapott egy komoly figyelmeztetést, ami valószínűleg nem fogja érdekelni, de ettől függetlenül ez jelzésértékű már abban, hogy milyen módon végzi ő a tevékenységét. Aztán ugye David Pressmanről is szót kell ejteni, aki kiakadt Orbán Viktoron az a témán, hogy Soros fia Alexander átvette a cégbirodalmat az apjától, és erre Orbán Viktor reagált, ugye? Pressmannek nem nagyon tetszett ez a reakció, és hát azonnal a védelmébe vette a Sorosékat. És ugye nagyon-nagyon érdekes az is, hogy milyen szólásszabadsági szabályok működnek most az Egyesült Államokban, ez teljesen összefügg minden egyéb témával, amit a mai napon szeretnék említeni. Ugyanis a jelek szerint a Fox News a kettejük között fennálló szerződésre hivatkozva megfenyegette Tucker Carlsont, hogyha nem hagyja abba a Twitteren az új műsorának a sugárzását, akkor óriási bírságokra számíthat. Ugye él egy szerződés Carlson és a Fox News között, és még jelenleg is folyik a jogi vita ebben a témában. Szóval ugye, hogyha elkezdjük itt sorban, akkor az első téma az, hogy tényleg letartóztatták Donald Trumpot, ugye 37 vádpontban vádolják. Eddig szabadon védekezhetett, mert ez egy bírósági eljárás, tehát alapvetően nyilván bűnvádi, de azért mégiscsak eléggé visszás lett volna, hogyha egy egyébként együttműködő elnök, vagyis volt elnök rabosításra kerül, de nagyon úgy tűnik, hogy a demokrata oldal az olyan szinten vérszomjas, hogy nem bízzák a véletlenre ezt a témát. És hát ugye Trump nyilván mind a 37 vádpontban nem vallja magát bűnösnek, és lehet, hogy tényleg követette a hibákat, de az az igazság, hogy ez egy ilyen hihetetlen durva kettős mérce, ami ebben kinyilatkozik. Pontosan azért, mert ugye korábban a Daily Wire írt arról, hogy megpendítették demokrata politikusok a Biden adminisztrációban, akár a halálbüntetés is elkövetkezhet Trumpra ezekért a titkosított dokumentum témákért, tehát ugye, hogy Mar-a-Lago-ban az FBI házkutatás megtalált olyan dokumentumokat is, amelyek titkosítva voltak, magyarul nem hozhatta volna ki őket Donald Trump, de hát ugyanott szinte rögtön megjelent az összes különböző média felületen, hogy Joe Biden ugyanebben a pontban abszolút ugyanúgy bűnös, sőt még inkább, mert ő náluk olyan dokumentumok is vannak, amit nem hajlandóak visszaadni. Tehát még mindig ott vannak azok a dokumentumok, és nem hajlandó kiszolgáltatni őket, tehát eleve nem is tudják, hogy mik vannak azokban a dobozokban. És hát Trumpnál azért Mar-a-Lago az egy nagyon erősen védett, olyan privát sziget, vagy egy olyan birtok, Trumpnak a birtoka, amelyet nem közelíthet meg akárki, és azért Biden ezeket a dokumentumokat olyan helyeken is tárolta, ahol bárki bemehetett lényegében, tehát egy ilyen irodahelyiségben, ami bent volt a város közepén, tehát egyáltalán nem ugyanúgy kezelték ezeket a dolgokat, és hogyha itt valaki azt mondja, hogy Donald Trumpot akár halálbüntetéssel lehet sújtani ezért, akkor Joe Bidennel mit fognak csinálni? Hát úgy tűnik, hogy tényleg kettős mérce van, mert ugye Joe Bidennel nem csinálnak semmit. És akkor ugye jön a felháborodás a republikánus oldalon, tehát például Ron DeSantis nyíltan ki is mondta, hogy a Biden adminisztráció a bűnöldöző szerveket egyértelműen a saját kampányára, meg a saját céljaira használja, ami ugye tilos, mert a kormányzati szervek azok elvileg pártól függetlenek, vagyis hát kellene, hogy legyenek, de ez jelen pillanatban nagyon úgy tűnik, hogy nem a helyzet.
És hát nyilván tudjuk az FBI-ról, hogyha az ember végignézi a történelmet, csak mondjuk Nixonig visszamenőleg, akkor lehet látni, hogy azért az FBI az mindig is az aktuális politikai rendszernek a kezében van, és annak megfelelően vannak, tehát politikai kinevezések vannak az élére, és aztán ezek, hogyha nem kerülnek elmozdításra az új elnök alatt, akkor ugyanúgy a régi establishmentnek, tehát a régi rendszernek az érdekeit szolgálják ki. Tehát azért Nixonnál is látszott ez, Bill Clinton alatt is nagyon erősen lehetett érezni ezt, szóval a Bushék. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az FBI ez egy független szervezet, és hát hiába csinálnak róla különböző sorozatokat, amitől az ember előtt ilyen álom munkahelyként jelenik meg ez, X-akták, akkor ugye ott van a gyilkos elmék, ami megint csak az FBI-nak egy ilyen különleges egysége, és így tovább. Azért egyértelműen nem lehet elkülöníteni a politikától, és jelenleg is azt lehet látni, hogy borzasztóan erősen befolyásolja a politika ezeket a szerveket, nem csak az FBI-t, ugye a CIA az eleve egy ilyen teljesen különálló dolog, de hát ez, hogy letartóztatták Trumpot, ez egyébként egyértelműen kampányfogás, ezt mindenki érti, aki egyébként foglalkozik a politikával, és nem kell hozzá túl sok ész, hogy kiderüljön, hogy ugye nem akarják, hogy Trump indulhasson a következő elnökválasztáson. Úgy akarják ellehetetleníteni, hogy ne lehessen rá egyáltalán szavazatot leadni, mert még mindig nagyon népszerű. És hát az, ami most történik, ugye a Bidenék alatt, az abszolút mutatja, hogy totálisan tehetségtelenek, nem értik, hogy miről szól ez az egész, ugye, mint amit kormányzati munkának, meg költségvetésnek nevezünk. És hát az az igazság, hogy ezt lehet, hogy Ron DeSantis majd nevető harmadikként behúzza, legyen így, de akkor is totálisan méltatlan, amit a Trumppal csinálnak. És akkor ugye már említettem Karine Jean-Pierre-t, aki elméletileg a fehérházi szóvivő szerepében teljesen pártatlan kellene, hogy legyen, vagy legalábbis nagyon visszafogott, amikor pártkérdésekről van szó. Na most Karine Jean-Pierre minden csak nem visszafogott. Ugye ő az első homoszexuális, feketebőrű női szóvivő, tehát ő is ilyen halmozottan handicap, aki megkapta ezt a pozíciót, és hát nagyon-nagyon hálás is ezért, és jó pártkatonaként olyan dolgokat is kimond, amitől az embernek a haja égnek áll. És ugye most az egyik civil szervezet egy figyelmeztető levelet küldött neki, azért, mert van egy úgynevezett Hatch törvény 1939-ből, aminek az a célja, hogy megakadályozza, hogy a kormányzati tisztviselők akármilyen pozícióban aktív pártpolitizálást folytassanak abban az időszakban, amikor ezt a kormányzati pozíciót betöltik. És ugye Karine Jean-Pierre-nek az lenne a feladata, hogy az elnöknek az ügyeiről tájékoztatást adjon teljesen objektíven, vagy mondjuk a kormányzatnak az ügyeiről bizonyos kérdésekre reflektáljon a kormányzatnak a részéről, de ugye ő egyáltalán nem ezt csinálja, hanem folyamatos úszítás zajlik, tehát a republikánusok meg a konzervatívok ellen, ugye a transzaktivizmusról rendszeresen beszélünk, tehát ő ugye homoszexuálisként a betűtészta része, és az az igazság, hogy nagyon-nagyon aktívan és totálisan elfogultan kampányol a transz ügyek mellett. És ugye most van ez az úgynevezett MAGA kifejezés, ami azt jelenti annak a betű kombinációja, hogy Make America Great Again, tehát ez a Trump szlogen, hogy tegyük újra nagyja Amerikát, és akkor ugye van egy ilyen kategória, hogy MAGA Republicans, tehát belekategorizálnak minden egyes Trump támogatót ebbe az úgymond extrém csoportba, és Karine Jean-Pierre rendszeresen erről a extrém csoportról beszél, ami ugye totálisan annak a kifejeződése, hogy ő már a következő kampányra hergel lényegében a republikánusok ellen. És hát látjuk, hogy egyáltalán nem kendőzik el, tehát még csak meg se próbálja ezt az egészet valamilyen módon finoman, diplomatikusan csinálni, hanem teljes messzélességgel belemegy ezekbe a totális szélső baloldali kategorizálásokba, meg ezekbe a politikákba. És ez pedig nem lenne szabad, mert ugye ő neki van egy olyan kormányzati pozíciója, aminek elméletileg pártpolitikától mentesnek kellene lenni, legalábbis ennek a Hatch törvénynek az alapján. Most megkapta a figyelmeztető levelet, egyébként nem szoktak a törvény alapján senkit megvádolni. Ugye lehetne
eltiltás lehetne, pénzbírság lehet akár, totális eltiltás 5 évre minden kormányzati szerepvállalástól, meg ugye lehetne kirúgás is a vége, de hát tudjuk, hogy ebből még soha nem történt ilyen felelősségre vonás, de minden esetre most már ő megkapta a figyelmeztetést, és ha nem vigyáz, akkor tényleg lehet, hogy valami fog történni. És hát ugye ott van a másik oldalon, ha már szólásszabadságról beszélünk, meg demokrata, úgymond, ez is egy ilyen elrabolt szó, mert ugye a baloldalnak nagyon sok köze a demokráciához nincsen, ugye jobban szereti azokat a kényszereket alkalmazni, hogy mindenki gondolkodjon úgy, mint ő, mindenki csinálja azt, amit ő, mindenki engedje, hogy ő azt csináljon, amit akar, és hogyha valaki ezzel szembe mer szállni, az pusztuljon el, most direkt sarkítok, mert ugye látjuk, hogy Trump-al szemben pontosan ez történik, hogyha felvet olyan ügyeket, meg feltesz kérdéseket, meg megfogalmaz problémákat, amelyek valódi problémák, akkor azt kell, hogy legyen a sorsa, hogy örökre tűnjön el a süllyesztőbe, soha többet senki ne szavazhasson rá, és hát semmiképpen ne kerüljön az elnöki poszt közelébe, hanem az maradjon a demokratáknál, mert akárhogy is tönkre teszik teljes egészében a gazdaságot, tehát alapjaiban rendül meg minden, meg ugye a gyerekek, a társadalom, azok azért szenvednek ettől, hogy tolják ezt a transznemű őrültséget. Ez is. De ők úgy gondolják, hogy mivel ez abszolút az ő politikájuknak a lényege, és ez szerintük jó, ezért nekik maradniuk kell, és akkor minden eszközt be kell ehhez vetni. És hát ugye tudjuk nagyon jól, vagyis hát sejtjük, hogy a Tucker Carlsonnal kapcsolatos ügynek is az volt a mozgatórugója, hogy a politika nem vette jó néven, hogy Tucker Carlson Donald Trumphoz hasonlóan különböző problémákat nagyon is tűpontosan megfogalmazott a saját műsorában, amit ugye milliók néztek minden alkalommal. És hát teljesen egyértelmű, nyilván mondták, hogy a Heritage Foundation vacsoráján elmondott beszéde volt a probléma, akkor ugye találtak valami más szöveget is, amikor kicsit erősebben fogalmazott, és akkor ugye erre hivatkoznak, hogy talán emiatt rúgták ki. De hát azért nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy ez az egész téma, ami a Tucker Carlsonnal szemben zajlott, ez egy politikai mozgatórugójú példastatuálás volt. És hát azt is, erről is beszéltem itt már ebben a műsorban is, hogy neki van egyébként egy szerződése a Fox News-zal, nyilvánvaló minden munkavállaló leszerződik a munkáltatójával, és ugye ebben olyan kikötések voltak, hogy egy bizonyos ideig nem vállalhat hasonló szerepet, tehát nem lehet műsorvezető egy másik networknél, vagy akár talán most úgy tűnik, hogy nem készíthet saját műsort sem a saját honlapján. Ugyanis a Twitter, tehát ha valaki megpróbál a Twitteren most videót feltölteni, akkor azt a figyelmeztetést kapja, hogy 140 másodpercnyi ideje van, tehát ilyen shortokat lehet, vagy még a shortnál is kevesebbet felvenni. Tucker Carlson ehhez képest 15 perces vagy 10 perces felvételeket tesz közzé, de hát nyilvánvaló, hogy ha egy ilyet kiposztol a Tucker Carlson, akkor azt 2 millióan azonnal megnézik, legalábbis egy napon belül. És hát most kapott egy figyelmeztetést a Fox News-tól, hogy ha ezt nem hagyja abba, akkor lesz haddelhad, majd valószínűleg érvényesíteni fognak különböző pontokat a még fennálló szerződésben. És hiába borzasztóan igazságtalan ez. Ott van egy sikeres műsorvezető, aki nagyon-nagyon sok pénzt keresett az a televíziós csatorna, ahol eddig dolgozott. Méltatlanul szinte ilyen bűnözőként távolítják el azonnali hatállyal, tehát még csak annyit se csinálhatott, hogy elköszönt a rajongóitól, vagy valami módon legalább egy búcsú műsort közzételtett volna. És akkor ugye, mivel nem tudjuk, hogy mi történt, ez a szerződés, ez még ráadásul azt is ellehetetleníti, hogy a jövőben bármilyen módon ilyen műsorokban ő részt vegyen, vagy ilyen műsorokat készítsen. És hát én is valószínűleg ezt csinálnám, amit a Tucker Carlson, hogy nem a pénz a lényeg ebben az egészben, hogy mennyi pénzt keresünk, vagy hogy egyáltalán milyen bírságokra lehet számítani, hanem egyszerűen nem lehet hagyni, hogy az embert elnémítsák, mert itt van egy óriási, gigantikus erő velünk szemben, amit ugye közösségi médiának is lehet nevezni, mert az is beletartozik ebbe, meg az úgynevezett főáramú média, a nagy csatornák, meg a nagy hírfelületek, amelyek egyáltalán nem demokratikusan állnak ehhez az egész kérdéshez, meg a szólásszabadsághoz, hanem nekünk nem lehet ebben véleményt nyilvánítani, ami akár érint is bennünket, hanem mi legyünk csendbe,
tűrjük el, hogy ami történik, az történik, és nem kell szólni semmit, hanem örüljünk neki, hogy van munkánk, meg van fedél a fejünk fölött, de közben az embernek kötelessége, nekem hívőként kötelességem kiállni az igazság mellett, akkor is, hogyha tudom, hogyha beleírok akármilyen dolgot a videómnak a címébe, most már minden videómat a levele tiltják, és akkor mire megnézik 3000-en, utána kapok egy e-mailt, hogy ja, bocs, azért végül is mégiscsak jó lesz ez. Tehát az egészből látszik, hogy el akarják venni az ember kedvét, pedig én nem vagyok egy Tucker Carlson, akit milliók néznek, de mégis látszik, hogy minden egyes hangot, ami a főárammal szembe megy, azt le akarnak teljesen tekerni, el akarnak hallgattatni, el akarják venni a kedvünket, és hát ezt nem lehet hagyni. És akkor itt van ez a David Pressman, aki megint csak demokrata pártkatona, régi harcos, és hát ugye ő most azon akadt ki, hogy Orbán Viktor ilyen mémeket posztolt ki a Soros Birodalomban a hatalom átadás miatt. Ugye volt a hír, hogy a Gyuri bácsi átadta a stafétát az Alex nevű fiának, és hát ugye nagyon jól tudjuk, hogy Pressman régi barátja a Soros családnak, ugye van több olyan közös élményük is, amit dokumentálva is van Twitteren, meg lehet találni, és így tovább, és hát ugye Pressman kiakadt. Pedig hát ez most micsoda, az ember poénkodhat dolgokon, most ez nem egy olyan hatalmas bűncselekmény, ami történt, az ember rengetegszer csinál ilyet, akár a közösségi médiában is, de mégis jött azonnal a reakció, és nagyon súlyosan elítélte Orbán Viktor David Pressman, pedig hát semmi köze hozzá, de hát ő úgy tűnik, hogy tényleg azért van itt, hogy ő is megpróbáljon minden szabad hangot, meg minden szólásszabadságot gyökerestül elfolytani, hogyha az ellenkezik az általános általuk képviselt narratívával. Hát, érdekes helyzetek kezdenek kialakulni, egyre erősebben jön a nyomás, de hát nekünk az a kötelességünk, hogy ennek ellenálljunk, és a továbbiakban is mindenek ellenére kimondjuk az igazságot, és végezzük ezt a munkát. És ebben a támogatásukat én nagyon-nagyon köszönöm, a visszajelzéseket is, és hát nem fogjuk abba hagyni, ezt megígérhetem. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, legyen nagyon-nagyon jó hetük. Ezen a héten már nem lesz több Deep Stage egy privát ügy miatt, de hétfőn új erővel jövök majd az eddigi hírekkel. Addig is vigyázzanak magukra, legyen nagyon-nagyon jó hétvégéjük, jó hetük, a viszonthallásra.